Dombováron a József Attila Általános Iskola tanulóinak műsora színesítette az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmával tartott megemlékezést. Az ünnepségen Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke mondott beszédet, aki hangsúlyozta, pontosan annyi idő, 33 év telt el már a szabadságban Magyarországon, mint amennyit előtte a szovjet befolyás alatt kellett élni. Amikor most 66 év távlatából az 1956-os eseményekre gondolunk, Góliát, Dávid és Góliát harca jut eszünkbe. Megjelent ugyanis egy behemót zsarnok, nem túl okos, azzal az igénnyel, hogy szolgálva alárendelté tegye az Isten magyar népét. Meg volt győződve, hogy senki nincs ebben az országban, aki kimer állni ellene, de tévedett. Arról is szólt, a határon túl a Kárpátalján élő magyarság most hasonló eseményeket él meg, mint mi 1956-ban, hiszen folyamatosan szirénák riasztása között kell élniük az orosz-ukrán háború miatt. Az alelnök kiemelte, Tolna megye lakossága a háború áldozatainak megsegítésekor példát mutatott szolidaritásból. Ruszki haza! Ruszki haza! Bonyháron a Perczel Mór Technikum tanulói tették emlékezetessé az ünnepséget. A Völgységi Városban Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke mondott beszédet. Kiemelte, hogy fontos magunkat és a felnövekvő nemzedéket is emlékeztetni ezekre a történésekre. A történelemben voltak olyan események, amelyek nagyon-nagyon komolyan befolyásolták Magyarország történetét, ez az egyik ilyen volt, és azt gondolom, hogy meg kell emlékezni, meg kell tisztelni ezt a napot azzal, hogy beszélünk róla néhány szót, elhelyezünk egy koszorút, gyújtunk egy emlékezés gyertyáját, hiszen akkor is rengeteg ember áldozatba került ez a forradalom, és ugye hősök voltak ezek az emberek. A musét után fáklyákkal indultak, hogy lerújják tiszteletüket az emlékhelynél, az 56-os bonyhádi hősök sírjánál. Magyarország, te vagy a szívembe írva, Magyarország. Tolnán a hősök terén a Szent István Katolikus Gimnázium tanulóinak zenés műsorával kezdődött az 56-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmával tartott megemlékezés. Az előadás után a város polgármestere Apelszofer Ágnes mondott beszédet az összegyűlteknek. Kiemelte, az 56-os hősök magasra tették a mércét, példát mutattak hazaszeretetből, a haza iránti elkötelezettségből, és abból a hihetetlen szabadságvágyból, amíg végig kísérte a magyarság életét. Ránk, akiknek ezek az évtizedek nem egyedül a történelem könyvekben léteznek, hanem még emlékeinkben, saját tapasztalásainkban is, jelentős feladat hárul. Meg kell ismertetnünk fiataljainkkal történelmünk azon korszakát, mert csak így van esély arra, hogy megértsék, mekkora drága kincs a szabadság, a nemzeti függetlenség. De most itt vagyunk, emlékezünk. Bátaszéken is a gimnázium tanulói adták az ünnepi műsort a helyi művelődési házban. A településen hagyomány, hogy minden évben más-más szemszögből tekintenek vissza erre a 66 éve történt eseményre. Az idei beszédet egy 20-as éveiben járó bátaszéki végzős egyetemi hallgató Göbül Gabriella mondta. Te, akinek élete mindössze vagy 15 sivár tavasz, téged, ki ezt a drága élted hazádért így adtad oda, amíg magyar él a földön, nem felejtünk el soha. És azt gondolom, hogy ő tökéletesen tolmácsolta a mai fiataloknak a gondolatát 56 eseményei kapcsán, és talán utat is mutatott a fiatalok számára, hogy ez a naptárban nem csak egy piros betűs ünnep, sokkal komolyabb dolog ennél. Hiszen ez az időszak egy nemzetnek és az akkori nemzedéknek egy sorsfordító, szívszorító időszaka volt. Adi kérdezte sorsa éjjelén. Lehet-e az ember, ember és magyar? Feleltek ti, bátor szent fiúk, lássuk, a világ most vélünk mit akar. Vagyunk egy szálig elszánt emberek, kiket tiporni tovább nem lehet. Ha kell, még én is veletek halok, ha engedtek ti, szent fiatalok. 5 nap, s 5 véres szörnyű éjszaka,
a csillagokba írta szentelt nevetek. Dudka Ákos költő, Ady Endre egykori barátja és harcostársa gondolataival kezdte ünnepi beszédét Szabó Péter Paks polgármestere, az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulóján tartott megemlékezésen. A városvezető beszédében kiemelte, a forradalom napjainak lelkülete minden jó érzésű magyar embert átjárt, megikletett, erőssé, hőssé és csak egy kicsi időre is, de szabaddá tett. A forradalmárok még egy fontos ajándékot biztosan örökül hagytak nekünk. Ez pedig a szív bátorsága és örök fiatalsága. Igen, aki képes legyőzni félelmeit, aki szétosztja önmagát és lemond akár életéről egy nagyobb jóért, annak szíve mindörökre fiatal marad. A megemlékezésen közreműködtek a Paksi Vakbottyán gimnázium tanulói. Az ünnepség végén elhelyezték a megemlékezés koszorúit a Városháza előtti téren, az 1956-os emlékműnél. Hazatérve a frontról és a hadifogságból, újra ott folytatta, ahol abba hagyta. 3 év után azonban jött egy olyan eszme, amelyből Magyarországon is valóság lett. Ez volt a kommunizmus. Fadon Bordácsné Pap Mónika történelem tanár beszédében saját nagyapja történetén keresztül mutatta be a sztálinista terror elleni forradalom és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharcot, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Hazánk első embere szovjet mintára elindította politikai, gazdasági és társadalmi változásokat. A terror átjárta a mindennapokat. Beépült a családok és sajnos a közösségek életébe is. A besúgók és az ÁVÓ, későbbi AVH emberei tették a dolgukat. A beszédet követően a város vezetői, az intézmények, a társadalmi szervek képviselői elhelyezték koszorúikat a helyi általános iskola előtt felállított kopjafánál. Majd a megemlékezés a művelődési házban folytatódott, ahol a résztvevők a diákok előadását tekinthették meg.